Sziasztok, srácok és lányok, és üdvözlök ismételten mindenkit a csatornámon. És igen, a szemetek nem csal, ez bizony a Mesterlövész végigjátszása lesz annak is az első része. Az Outlast Whistleblower végigjátszás befejezése után sokat gondolkodtam rajta, hogy mi legyen a következő játék. Most ugye nem akartam megint túlélő horror csinálni, egy kicsit viccesebb berkekbe akartam most elindulni, és igazából sokat gondolkodtam, mi lehetne most egy kicsit olyan nyugisabb, viccesebb játék. És bár igaz, a Mesterlövész nem feltétlenül az a vérmentes és lövöldözésmentes játék, mint azt nyilván gondolhatjátok ti is, hiszen lesz benne vér és lövöldözés is, ugyanakkor viszont mégiscsak a butaságai miatt, illetve a vicces butaságai miatt egész pontosan ez a játék olyan szinten infantilis, hogy az már jó, az már vicces. Ez a játék elmegy egy vicces játéknak. És valószínűleg sokat hallottatok már róla korábban, mármint a játékról, Freddy D-től, aki ugye a Rossz Pécsi játékok sorozatot csinálta, hiszen ő vagy 3 vagy 4 különböző videót is csinált a Mesterlövészről, bemutatta a játéknak minden lehetséges ökörségét, baromságát. Na most ebben a végigjátszásban én próbálok természetesen nem kopizni semmit Freddy D-től, hiszen az ő saját egyéniségét vitte bele ebbe a játékba, amikor bemutatta. Én nem szeretném ezeket a poénokat újra és újra elsütni. Természetesen az érdekesebb dolgokat én is szeretném majd kipróbálni, de nem szeretnék Freddy D-re hivatkozni a végigjátszás során. Szóval ez a játék nekem már egy jó darabja megvan. Igazából egyszer régebben korábban mégis játszottam, és hát tényleg egy kifejezett élmény ez a játék. De mindenkinek játszania kell ezzel a játékkal, ezt tudom mondani. És mikor megtaláltam ezt a polcon, úgy voltam vele, hogy erről végigjátszást kell csinálnom nekem is. Ezt meg kell örökítenem az utókornak. Úgyhogy itt vagyunk, kezdjük el, srácok. Ez valami haláli, királyságos utazás lesz, én azt mondom. Úgyhogy nyomjunk egy új játékot. Igen. Itt az elején ugye eloszthatunk pár képességpontot főkarakterünknek, Dominiknek, a Mesterlövésznek. Hát engedelmetekkel én teszek jó pár pontot az életerőre, legyen mondjuk 120, mert az életerő az, amire egyébként szükségünk lesz a játék során. Tulajdonképpen a fegyverek képessége, amit itt a jobb oldalon láthattuk, ez annyira nem fontos szerintem. A shotgunra tegyünk azért egy párat, mert az mégiscsak egy jó fegyver. Ugye a szuper fegyver egyébként a játékban az a gumibot, de arra nem tudok sajnos képességpontokat osztani. Egyébként a nehézség tekintetében ugye normál nehézséggel fogunk játszani, vagy közepesen, kinek hogy tetszik. Mondjuk az állóképességre tegyünk 2 pontot igazából, fölösleges, de azért legyen rajta. És akkor tulajdonképpen a maradék az mehet így a shotira és a életerőre. És akkor most, hogy mindent szétosztottunk, kezdjük is el. Első pályánk az előszó lesz. Bocsánat, hatalmas böfögés következik. Remélem nem volt annyira gáz. Na, itt is vagyunk az első pályán, és igen, egyébként magyar a játék teljes mértékben, a feliratok is, és a beszéd is, tehát le van szinkronizálva, úgyhogy hallgassátok ezt a gyönyörű... Nos, itt vagyok. Jó kis éjszaka a munkára. Ezt a jó kis szöveget. Jó kis éjszaka ez a munkára, mondja Dominik a Mesterlövész. És ugyebár egy célpontot kell majd itt kiiktatnunk. Meg kell keresnem a kapcsolatomat. De ki lehet az? Na vajon ki lehet az a kapcsolat? Tudjuk ki az a kapcsolat, de nem fogom előni Freddy D. poénját, nem fogom a nevén nevezni az említett úriembert. Jó napot! Hello! Igen, igen, rád is emlékszünk a videókból. Na jól van. Akkor először is meg kell keresnünk ezt a bizonyos kapcsolatot. Aki majd aztán felvázolja nekünk a helyzetet, hogy kit is kell kiiktatni pontosan, meg hát ugye ellát minket infókkal. Mulatunk egy kicsit. Na jól van, akkor van 4 opció, amiből választhatunk, hogy mit mondjunk a kedves utcasárki kislánynak. Legyünk kemény gyerekek, és kérdezzük meg tőle, hogy szereti-e vadul, vagy olcsuk széjjel és rekteljük be a kislányt. Tudod mit? Ne, túl sokáig vártam, most nem tudok neki mit mondani, várjál. Kicsit elmegyünk, visszamegyünk, hát ha megkérdezi tőlünk újra. Miért nem? Hello, édes. Na. Mulatunk. Pihenj kislány, dolgom van. Miért nem jössz vissza? Akkor kezdhetnénk. Nem jövök vissza, ne haragudjál. Na jó, lehet, hogy visszajövök. De ez részletkérdés. Na szóval, igen. A célpont lesz majd, ha minden igaz, az egyik ember itt. De először még el kell jutnunk ehhez a bizonyos kapcsolathoz, aki elmondja, hogy meg kell őt ölni. Kérem, távozzon, uram! Oké, itt se vagyok. Bocsánat, Mr. Rendőr bácsi, hogy megzavartam önt. A rendkívül fontos sétálása közben. Már megint te? Na jó. Látom, ma is szeretnéd. Miért nem jössz vissza? Ugyanazt mondja erre is. Egymással valamit. Ennyi. Hát mi ez a unkreatív párbeszédírás?
kicsit hangos nálam a játék. Vegyünk lejjebb belőle a hangerőből, így már jó lesz. Na szóval... itt vagy! Olyan az esernyője egyébként a csávónak, mint egy ilyen radioaktív jel. Biztosan te vagy a vadász. Ja, én vagyok. Na, mit mondjak neki? Én vagyok? Jó, én vagyok. Én vagyok. Jó. Jó, azt mondja, jó. Jó. Több adatra van szükségem. A lényeg, hogy átrázott néhány nagy fiút. Most 4 fegyveres zsaru kíséri. 4 fegyveres zsaru? Én láttam többet is, ez nem 4 volt. Számolni kéne megtanulni, nem? Egy árló, és okos. Legyen az okos dolognak hangzik. Okos dolognak hangzik, főleg ha 10 évet kell lehúznod szeretők. Mi értelme van ennek a válasznak? Sokat szeretnék kicsinálni, de neked ezt tudnod kéne. Hát persze, hogy tudom. Mit mondjak? Hidd el, megkapja, amit kell. A zsarukat gyorsan és messziről nyírt ki. És jó, hát kell. Nem gondol. Ne félts engem. Majd nem mondod, Captain Obvious. Igyekszem nem elkapaszni magamat. Én sosem hibázok. Ó, fegyver. Menj a szokásos helyre a jutalmamért. A szokásos helyre megyek a jutalmamért, oké. Nem tudom, hogy hol az a szokásos hely, de majd elmegyünk oda is. Szóval kaptunk egy jó kis fegyvert, amit szerintem most még nem kéne egyből előkapni. Először szépen, óvatosan, de furán sétál ez a rendőr. Várjunk, nézzük meg ezt még egyszer. Figyeld már. Sétáljál? Mondom, sétáljál. Sétáljál! Jó, akkor ne sétálj. Hello, édes, mulatunk egy kicsit? Hello, édes, mulatunk egy kicsit? Na most mit mondjuk neki? Nem. Nem, sosem szerettem a randikat. Rendben, haver. Na most más mondott? Rendben, haver. Hát most se lesz pénz, kislány, sajnálom. Úgy állott az a rendőr, mint egy büdös buzi már. Nem azért, de figyeld ezt a poszt. Kérem, távozzon, uram! Meg, hozzám szólsz? Kérem, távozzon, uram! Hát persze, már megyek is. Egy pillanatra se akarlak téged megzavarni a fontos áldogálásodban. A szép, lámpafényes, esős utcákon egy ott egy madár. Szia, madár. Na jó, kezdjük el leduroktatni a rendőröket. Le van tartóztatva. Bla 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 bla. Jó. Egy rendőr minusz. Holat ő, ott a többi már jönnek. Na nézzünk, zoomoljunk egy jót. Ott van, ott próbálkozik. Aj, az anyárat. Headshot. Hopp. Nem. Kus. Fekszik. Igen. Ott van még egy. Az is fekszik. És hol a célpontunk? Ott a célpont, ott rohangál, mint egy retek. Nézd már, figyeld. Mit csinálsz? Bum! Megvagy. Most irány a kocsi. Kész van, most irány a kocsi. Hol a drága kis barhátnőnk? Ő is kéhegy golyót a kis popsiába? Na jó, előjünk le lányokat. Ott a rendőr. Egyszer, kétszer. Mind a kettő elesett. Na mit szólsz a puskámhoz, baby? Há? Tetszik mi? Jó, nem rossz. Játszunk ilyen telvillamososat, és lelövöm a cigijének a végit a helyiről. Figyeld, nem mozogja, mert kezdet fogom eltalálni. Siker! Na jó, ha minden igaz, viszont még itt kell lennie sunyiban egy rendőrnek. Méghozzá egy mesterlövészes puskás rendőrnek, és ő nem kéne, hogy eltaláljon minket. Ő ott lesz valahol fenn a felüljárón, ahonnan elindultunk a pálya elején. Aha. Na itt kell óvatosan csinálni, elbújok ide a lámpaoszlop, meg egy kis fedezékem legyen, azt ott van fönn, bum, megvan. Ennyi, ha minden igaz, akkor végeztünk, most már csak el kell menni a kocsihoz. És az első legendás mesterlövészes pályának a végére érünk ezzel. Ennyi. Úgy van, bevezetés. Az előző után következik a bevezetés. Ez csak az egész egy cutscene lesz, ha minden igaz. A munka elvégezve. A munka elvégezve! Erről van szó. Dominik, te király vagy. Valamiért hátraléztem. Valaki követett. Hűha, valaki követte Dominiket. Ez hogy lehet? Átment a piros lámpán, Dominik? Hát akkor én is követném. Figyelj, ott a rendőr. Lebuktál, Dominik. Átmegyünk a piros lámpán, ne csodálkozz. Hát az azért nem így működik. De milyen jó kis GTA Vice City-s kocsik vannak már benne, figyeld. Tisztára olyan. Hoppá, hoppá. Várjunk csak! Ismerősöd a csávó. Mint hogyha a játék végén ő lenne a fő ellenség. Lehet, hogy egy kis cameo szerepet kapott így az elején. Wow, ez durva volt, Dominik. Azt azért nem kéne csinálni. A fenébe. Nincs mit tenni. Itt nincs menekvés. Ja persze, nincs mit tenni. Hogyne, igen. Ezt ismerjük már. Az egyik rendőrnél egy gumibot van, a másiknál van egy pisztoly. Épp az előbb intéztem el 4 fegyveres rendőrt egyszerre. Jó.
Mi a szar? Várjál már, figyeltétek annak a orvosnak a köpenyét? Egy véres kéznyom van rajta konkrétan, az hogy került oda? Hát mit csinált ez? Ő is az Outlast-ből jött? Vagy ez hogy működik? Az oké, hogy ezelőtt az Outlast-tel játszottunk a lázadó közben a pálya. Szóval oké, hogy ezelőtt az Outlast-tel játszottunk, de azért nem kéne az orvosokat átemelni a játékba. Na, jó, mindegy. Szóval, igen, innen indulunk a szép kis cellánkból, ugyebár az előbb elkaptak minket a rendőrök, miután az előző munkánkat nem éppen sikerült problémamentesen befejezni. És itt az a Doki bácsi beadott nekünk valamit az injekcióval, aminek fontos szerepe lesz a játék sztoriának a szempontjából. Már jó, fontos szerepe lesz, tehát idézőjelesen, mert ez a játék minden csak nem fontos, és a sztoria is rendkívül elhanyagolható, tehát egy nagyon alap semmilyen sztoria van. Ki kell jutnom innen. És most, hogy rájöttünk, hogy igen, duhiban vagyunk, és kaptunk egy frankó kis injekciót is a karunkba, ami egyébként valamiféle ilyen drog vagy méreg. Ezért most ugye Dominik majd bosszú hadjáratot indít a helyi maffia alvilág ellen, és akkor szépen kiírtjuk a vezetőket, meg a tagjait, és így tovább, és így tovább. Szóval az első feladat, hogy kijutunk a börtönből, úgyhogy akkor a szépséges cellánkból induljunk kifele. Menj a közös terembe, mielőtt szétrugom a segget. Jó van, meggyőztél. jó, hely. Csak hátrébb az agyarakkal, figyelj, hogy jön. Gondolom meg is akarnál ütni, nem szem hagyjuk. Csak pazarolod az idődet, haver. Menj a közös terembe. Ugyanolyan mind a kettőnek a hangja. Na, hát milyen jó már ez, nem? Ott ilyen, figyeld. Ma azt mondja, majd ő elkísér engem a közös terembe, egyébként mind a kettő ugyanúgy néz ki csontra. Szóval ezek ilyen két petélyű, vagy egy petélyű kértestvérek akarnak lenni, vagy az... Ha átjutnék azok. Hogy működik? Még ő is hasonlít rájuk egy picit. Milyen kapukról beszélsz, Dominik? Szóval, hogy itt kéne nekem átjutni, igaz? Nos, ott a háttérben van egy rendőr, aki valamire nagyon ráfogja éppen a pisztolyát. Jó. Figyeld, ez még mindig jön! Hallod? Kezdesz ijesztő lenni. Jézusom, mi ez a közlekedési mód? Ilyen csúszva közlekedik balra, te! Figyeld, jó. Ez követ engem. Hey. Figyeld, milyen moonwalkereset nyom már megint ez a csávó? Az igen, Michael Jackson téged is megirigyelne. Érdekes, hogy megtalálom az összes olyan játékot, amiben moonwalkolnak az emberek. Az Outlast-ben is volt egy moonwalkoló idióta, itt is van. Szóval téged sem. Maradj odakin. Itt mindannyian csak zombik vagyunk. Csak zombik vagyunk. Oké, most kell majd ügyesnek lenni, mert itt ki fog törni egy lázadás, és el kell kapnunk gyorsan a gumibotot a rendőrtől. Meg ne mozduljatok szemet! Igen, így, gumibot, megvan. Pisztolyt felvettük a másiktól. Ide befele gyorsan, 1-2-1-2, be ezen az ajtón, ezt itt szétütjük a szuper gumibotunkkal, ugye a legjobb fegyver a egész játékban. És akkor ezt a gombot megnyomva, megnyílik az a kapu ott kifele, szuper. Hopp, valaki jön, hopp, nem, kus. Így van, szuper gumibottal szétcsapunk mindenkit. Kicsit gyógyítunk magunkon, mert azért most kaptunk be pár sérülést. Az előző kalandból akárhogy is nézzük, ezt nem lehet elkerülni sérülés nélkül. És akkor a gumibottal... Hopp! Nem! Ezt figyeltétek? Egy ütésből meg volt a csávó konkrétan. Jó, még több rendőr. Nincs több? Nincs több rendőr. Ezek egész pontosan nem is rendőrök, hanem ugye elvileg a börtönnek a... Hogy is hiáketek, egy csmasszerek ugyebár a biztonságiak? Hát az őrök, na, őrök. Börtönőrök. Maradj! Nyugszik, fekszik, hogy... Szóval szépen elkezdjük a kifele vezető utunkat a börtönből ezáltal. Hopp, azt a rendőrt hogy levágtam gumibottal? Azért ő is vágja, hogy melyik a szuper fegyver a játékba. A rabok is tudnak valamit. Szóval... Egyébként érdekes, ha megnézitek a Dominik kezét, már is fölvett egy bőrkesztyűt és a kabátját is visszaszerezte valamilyen csoda folytán, miután a pisztolyt elvette a rendőrtől, szóval érdekes. Érdekesen váltakozik a ruhánk, előbb még ugye a narancssárga rabruhánkban voltunk. Hopp, annak már a csotija van, azzal nem szórakozunk. Az már egy kemény fegyver, hogyha azzal bekapunk egyet, az fájdalmas. Úgyhogy el is veszük a shotit, és most már tulajdonképpen rendelkezünk a két legerősebb fegyverrel a játékban, a shotgunnal és a gumibottal. Innestől kezdve OP-k vagyunk mondhatni, persze attól még ugyanolyan könnyen megölhetnek minket, hogyha nem vigyázunk magunkra. Hey! Hát te honnan jöttél? Én már jöttem erről, de te nem voltál itt határozottan, barátom. Innesetre nem sikerült még egy kis shoti lőszerre így szert tenni ezáltal. De mielőtt tovább mennénk, most visszajövünk errefelé, ugyanis ott kinyitottuk ugyebár egy kaput.
a lenti cellákhoz, és ott szépen összegyűjtögetjük, amit össze lehet gyűjtögetni, ilyen gyógyító eszközöket, meg ilyesmiket. Jól van, erre, szuper. Na, hát nézzük, akkor ők még mindig ugye szó szerint veszik ezt a... Hey! Nem. De milyen rendesek a fegyencek, hogy még most is... És te hogy kerülsz oda? Honnan jöttél te, haver? Érdekes, hogy csak hogy random így spawnolódnak mögöttünk az ellenfelek. Na minden esetre, szóval ide akartam én kijönni. És itt a lenti cellákat, ha most szépen kinyitjuk... Na, mondom, szépen kinyitjuk. És megszerezzük a benne lévő... Hát, gyógyító eszközöket, medikiteket, amiket csak lehet. Ugyebár kb. Minden használható gyógyításra, még az alma is. Vagy egy szelet nyers hús, tényleg akármi, itt egy Snickers, nézzetek meg. Hogy nézem közelebbről? Meg tudom nézni kicsit közelebbről? Ja, nem tudok rázumolni. De ez egy az egyben egy Snickers, tehát látszik rajta gyakorlatilag, hogy fogták, az kivágták a egyik Snickers-es képet az internetről, itt meg egy McDonald's-os sajburger, még egy kukacos alma, és egy kis Killaz, gyilkos kukoricapehely. Azért az kemény, halljátok. Jó, akkor kicsi gyógyítást nyomunk is magunkra. Megyünk egy kis kukoricapehelyt. Használhatsz tejet is, köszönöm szépen, kedves játék, hogy megengedett. Ez egy szendvics, száraznak tűnik, nem baj, azért jó lesz az. És akkor szerintem kb. Ennyi. Fogjuk akkor a gyilkos gumibotot, aztán nyomjuk tovább a bizniszt. Igazából most még a shotgun lőszerekkel spórolnék, én azt mondom, mert még nincs olyan sok, sőt, hát 9. Dehogy 9, várjál, mennyi van összesen? Ja, azért még van, de 9. Egyébként jól számoltam. Szóval 9 lőszerünk van a shotiba, és az még kelleni fog azért a későbbiekben. De most pazaroljuk el, bőven jó lesz így az elején a pisztó is, én azt mondom. Tehát megteszi ezt, ez is a kellő szolgálatot. Na nézzük akkor. Szóval ide kéne bejönni. Dehogy lősz! Én lőlek téged tökön. Hoppá, hátulra jön valami. Vagy valaki. Na. Gyere. Hol vagy? Hallak ám, hogy itt ólálkodsz. Hopp. Hol vagy? Na jó, mindegy. Szóval nyissuk ki ezt a másik kaput is. Hú, gyógyszer. És töltény, az jó. Na. Kapu kinyílik, és akkor mi pedig erre fogunk kiszökni szépen. Na jó, tudjátok, mint most előveszem a shotit, prezentáljuk ennek is a képességét, úgyis itt fog jönni egy másik. Opa! Boom! Azt a micsoda fejlövés kapott a shotiból! Csak az a, hogy elpazaroltam egy töltényt. Egyébként ez jellemző, hogy néha igen körülményes eltalálni az őröket, mert olyan idiótára hangálnak oda-vissza leföl alá, hogy kb. Nehéz őket eltalálni. Ja, és akkor most nézzük meg az egyik szuper képességünket, ami ebben a játékban van, a repülés. Minden igaz, a guggolás és ugrás gombokat felváltva, nyomva, szépen lehet repülni. Nézzétek meg, szépen lejöttem onnan föntről. Mindenféle sérülés szerzése nélkül, szóval igen, ez a repülés képesség, nézzétek meg. Szépen felrepülünk a plafonig, nézzétek meg, gyönyörű, vissza. Zseniális. És majd még lesznek sok-sok ilyen fincsi, úgymond, hát bugok a játékban. Hó, shoti lőszer találtam, az tök jó dolog. Na nézzük, csak váltsunk shotira és töltsük tele. Az igen! Na ez már mennyiség, ezzel már így merek kezdeni valamit. Keres fedezéket! Új pálya. De az hisz új pálya, így bizony, de. Szóval, elő a shotival. És akkor kezdjünk el. Aha, itt már azért komolyabb lesz a helyzet, a rabok itt már meg vannak pusztítva. Bum! Egy! Hey, ajtó, ne csaljál! Egy kicsi rendőr, két kicsi rendőr, anyádat! Hey, hol vagy? Aha, ott csalsz föntről. Szóval négy kicsi rendőr töltünk meg így egyből. És ojjaj, azt nézzétek, mi van ott fenn, 1, 2, 3, 4 gépfegyveres rendőrkoma. Az viszont már nem lesz annyira vicces. Hopp, ott egy rab. Ő még életben van. Azt a... Hol vagy? Anyád! Fekszik! Úgy van, hát nem igaz, nézd meg. Fentről próbált volna agyon lőni. Ti mivel mostok fogad, srácok? Mi a fasz? Vigyázz, haver.
sarok mögött őr áll. Láttam, hogy a sarok mögött őr áll. Dominik, te meg itt üvöltözzél, hogy ti mivel mostok fogad, srácok? Hát szerintem a börtönben nem sok minden van, amivel fogad lehetne mosni. Hello. Hopp, egy puskás őr lelőve. Hopp, egy pisztolyos őr lelőve. Van valaki oda fönn is esetleg? Aha, ott van. Dobd el! Nem lövünk át a falon, hey, az csalás. Úgy, egy kicsi bácsi, ott a másik kicsi bácsi. Na, túl sok sérülést szerzek be, kicsit óvatosabbnak kell lennem, mert nincs ennyi gyógyszerem egy előre. Hogy ezt itt mindet meg tudjam gyógyítani. Az összes sérülést, amit így beszerzek. Azt a mindenit. Mennyi finom nyers hús, meg csirke, nehogy szárna, comb, csirke comb. Oké, és itt tulajdonképpen akkor megvegyünk, megyünk tovább arra felé. Ipi a pacs! Ipi a pacs! Aztán! Ez egy kicsit megint hülyeség volt ez a berohanás, azt hiszem. Bár olyan sok életerőt most nem veszettem, de az a vagy a Sotiból bekaptam egy keveset, amit a rendőrbácsi osztott ki nekem. Úgyhogy akkor most viszont elhasználok egy ilyen nagyobb gyógyítótáskát. Meg egy nyers húst. Jól van. És akkor ott megyünk majd be a szellőzőbe? Igen. Ide be kéne férne. Igen, ide be kéne férne. Remek. Itt valaki. Ennek csak gumibotja van, erre nem pazarlunk már csak gumibotot. Ez teljesen jó. Lőszerre spórolunk. Mi? Próbáld a szellőző aknákat, az kivezet a cellablokból. Igen? Oké, köszi. Jó, az lehet, hogy kicsit szemétség volt leütni a szegény börtöntársunkat. Nem hinném, hogy itt kijuthatok. Igen, igen, a szellőzőn kell mennünk sajnos. Be kell mennünk a patkányok közé. Ezek közé a féregfarkak közé. Gyere ide! Gyere ide! Úgy meg lehet ölni a patkányokat is. Nagyszerű. Felugrunk a gyroszos ládákon. Na, üsd! Üsd vág, nem apád, nem anyád. Ez igen, tehát azért ez komoly. Én úgy érzem, hogy ez nem méltó hozzánk, Dominikhez, a nagy vadászhoz, hogy a szellőzőben kusszunk, másszunk, mint holmi patkányok. Milyen hosszú ez a szellőző? Nem baj, legalább lehet inni közte egy kis sört. Végigjátások mellé a sör az mindig jó. Na. Unatkozok, hol a vége? Jézus, mondom én, tele van patkányal az egész. Hogy van ez? Fúj! 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 Teresztitek itten a izét, a pestist. Tűnés, mindegyik, azt a... Ez az, tripla kill. Na még egy. Hop. Gyere ide. Ha nem tudok rendőröket ölni, a patkányok is megteszik. Na, kész vagyunk a patkányokkal, vissza Sotira. És akkor, olé, hopp. Ez nem ér, hogy azért levettél életerőt, te szemét. Várjál, kétfele is lehet menni? Oho, hello. Egyszer erre. Egyszer pedig erre. Ja, mondjuk ez ugyanaz kb. Csak egyik... Na, tehát a két különböző oldalán lehet kijönni a szellőzőnek. Na jó, merre megyünk tovább? Erre? Nem. Akkor kizárólagos alapon erre megyünk. Itt túl nagy a csend. Túl nagy a csend. Jajaj! Várjunk csak. Itt lesznek a drága jogép fegyveres rendőrök. Ott van a... Hello! Hello! Csak ketten ne voltatok? Osztom mindet, vannak itt négyen is, várjál már! Úgyni. Most már gépfegyverünk is van. És egy kis gyógyítást is küldünk. Na nézzük, a gépfegyver mit tud. 85 töltény van egyelőre hozzá. Jól van. Egyébként elvileg ezeket a automatákat fel lehet robbantani, de nem szeretném megpróbálni, már végén még én is megsérülök. Hello! Oké, egyik megvan. Azért kipróbáljuk ezt a fegyvert is, mert mi a francért, ne? Úgyni. Egyébként ezzel lehet lámpát is kapcsolni, de mint azt ugye Freddy is mutatta a videóba, kb. Hiába megyek közel a falhoz, vagy bármihez, ez a fény ez gyakorlatilag semmit nem ér. Na lássuk akkor tovább. Itt biztos, hogy lesz egy kis rajtaütés. Hol vagy? Hallom, hogy itt rohangálsz.
Hallak, hogy itt vagy. Legyen inkább a Soti. Aha, ott. Ott sunyog, meg ott lenn is van egy. Méghozzá shotgunnal. Hopp, nesze neked. Meg neked. Basszus, azért így is be kellett kapnom egy kevés golyót. Sajna bajna. Na jó, vegyük fel ezt a drága látos puskát. És nekem az a lenti puska is kell, úgyhogy repüljünk egy jót. Ha már tudunk. Hey. Ott a újabb csaló. Néda. És csak eltalált a szemét. Jó, visszarepülünk. Visszarepülünk. Vissza akarok repülni. Játék, please. Let me go back. Várjál, csak guggolással is föl tudok repülni. Az azért kemény. Most semmi más nem nyomtam, csak a guggolást. Ez igen. Itt valaki? Senki? Oké. Okay. Nem, vagy legalább szereztünk egy kevés puskatöltényt. És akkor erre megyünk tovább. Oh-oh. Van egy érzésem, hogy itt van pár rendőr. Hello! Mit szólsz a gumibothoz? Még mindig OP. Nem. Erről van szó. Mondom én, hát ez zseniális fegyver. Van még valaki? Ott. Oké, legyen a pisztoly, akkor most ne pazaroljuk a Sotit, mert túl messze áll ahhoz, hogy itt... De ő persze egyből eltalál. Nekem úgy kell őt bemérnem körülbelül, hogy így ténylegesen el is tudjam őt találni. Oké, remélem lentről senki nem fog csalni. És hátba támadni. Na akkor erre. Ott van, ott van. Anyás, ennek mesterlövész puskája volt, de jó, hogy leszettem. Az igen. Tesó, figyeld már. Ez nagyon jó lesz. Ez nagyon jó lesz. Mesterlövész puska ebből a játék elején, viccelsz, hallod? Hey, van egy érzésem, hogy van valaki mögött az ajtó mögött. Nem tudom, jók a megérzéseim. Hello, mi van nálad? Gumibot? Akkor versenyezzünk egyenlő feltételekkel, a gumibot vs. gumibot. Én győztem, nem is volt kérdés, vissza a Sotira, töltsük tele, aztán menjünk tovább. Ez az pálya vége, találj kiutat! Azon fáradozok, kedves játék, azon fáradozok. Na, új szakasz a börtönben. Úgy tűnik a lázadás ideáig nem jutott el. Szóval a lázadás ideáig nem jutott el. Éljem, elő a Sotival. Tudjátok mit? Google-ba megyek, akkor vajon meghallanak engem? Csak szép csöndben. Hó, Sot is őr! Haha! Két Sot is őr! Oké, okay, nem baj, hát megoldottuk a problémát. Nem kell itt lennie pár fegyvernek ezekben a fegyvertartó szekrényekben, vagy valami? Ez az ajtó, ez halott. Ez majd szabad, köszönj a kis barátaimnak. Köszönj a kis barátaimnak. Kinek mondtad ez, Dominik? Nincs itt senki. Az égvilágon... Gépfegyverek? Sok gépfegyver. Na, tele is vagyok belőle teljesen. Wow. És gyógyszerek? Jaj, de jó. Azt hiszem, jön valaki. Úgy hallom, itt kint jön valaki. Ki tudom ezt nyitni? Miért nem tudom ezt kinyitni? Na jó. Számítsunk egy kis meglepetésre visszafele menet. Hopp! Le a fegyverrel! Hárman is voltak. Micsoda kis meglepetés. Köszönöm nektek, srácok. Rendesek vagytok, hogy ilyen meglepetésekkel várjátok a vadászt. Visszafelé vezető útján. Na, ide kint valaki? Senki? Oké. Okay. Úgy szerintem ez volt ez az ajtó. Érdekes, ebből az irányból nem nyílik.